a lelkemet kitépte. Ezt mondta a Szöul olimpiai bajnok a Csongrádi László, miután betörtek hozzá és elvitték az ötkarikás játékokon szerzett medálját. A tolvajt nem érdekelte más értéktárgy, az érmet pedig valószínűleg pénzre akarja majd váltani. Így néz ki, üres. A betörő Csongrádi László otthonából vitte el a számára kedves erekjét. Az 1988-ban Szöulban olimpiai bajnok magyar kardcsapat kapitánya Kovács Tamás a közösségi oldalán osztotta meg egykori tanítványa Csongrádi meglopását. Nem, ha benne van, ezt miért nem viszi így el? Lehet, hogy húzta a zsebét, nem tudom. Tehát nem volt feltétlenül fölkészülve arra, hogy bármit magával vigyem. És ezt fogta és lerakta a teraszon. Ezzel együtt. A tolvaj csak az olimpiai aranyérmet vitte magával. Igen, meg a lelkemet kitépte. Meg is lep, bármit megfoghatott volna, amit nekem fáj, plusz anyagi fájdalommal, az kizárólag anyagi fájdalommal járó hiány. Ami ebbe volt, ez tetszhetett neki, zsebre rakta. Csongrádi az 1988-as szöuli olimpián Bújdosó Imre, Gedővári Imre, Nébal György és Szabó Bence mellett a kardcsapat tartalékjaként jutott ki. Végül a döntőben Nébald sérülése miatt lépett a pástra, és 5-3-as győzelmével hozzájárult ahhoz, hogy a válogatott 4-8-as hátrányból 8-8-ra egyenlítsen. A szabályok értelmében a találatarány miatt Magyarország nyerte az olimpiát, ami azóta egy magyar kardcsapatnak sem sikerült. Először kirohantam, fényt csináltam az udvaron azonnal, nem láttam semmit, utána vissza bereteszeltem a kijáratot, hogy lehetetlen legyen az utca felé elmegyen. Úgy utána leültem, utána vettem csak észre, hogy ez nincs meg. Akkor kétségbeesve leültem egy sötét sarokba, ahonnan kifelé látok a fénybe, és gondolkoztam, mit évő legyen. Kértem segítséget végül arra, hogy hívják azon a rendőrséget. Azok ki is jöttek néhány perc alatt. Csongrádi szerint a tolvajok valószínűleg pénzre akarják váltani a lopott érmet, ami számára felbecsülhetetlen értéket jelent, hiszen életének egyik legfontosabb erekjéje. Bármit megtennék emberi mértékkel, hogy visszakerüljön hozzám, de ha csak józanul fölfogja azt, akinél ez az érem van, hogy mire megy vele, effektív értéke nincs, közelít 5 kiló kenyérárához, lehet, hogy 6. És tehát ebből haszna nem származik. Ez sötét sarokban nézegeti élete végéig. Az olimpiai bajnok arra kéri az embereket, hogy segítsenek az érem megtalálásában.